blues, mint életforma, mint zeneforma, mint költői forma, mint ritmusforma, Nyugat-Afrikában született, még 18. század végén. De ne értsenek félre, ez nem olyan féle blues, amelyet ma hallgatok, és ma bluesot nevezünk, sőt, nagyon messze van attól is, amit kora, gyökér, root, down home blues-on hívunk. Ezek ilyen ős formák voltak, amelyekből később blues lett. Akkor, amikor a nyugat-afrikai négerek, afroamerikaiak rapként az új világba, Egyesült Államokba értek, és ott persze elfogadták, vagy elfogadtatták velük a kereszténységet, baptizmust konkrétan. És akkor a ritmusokból, az ős ritmusokból, anya Afrikából, még konkrétebben Kéniából, szóval abból a részből, amely manapság Kénia, kombinációval persze a kereszténységgel, a kereszténységi harmóniákkal született a kora forma annak, amely később blues lesz. Konkrétan azt jelenti angolul, ha lefordítsuk angolról magyarra, azt jelenti, hogy blue, persze, mind ahogy sokat tudjátok, blue azt jelenti, hogy kék. Na, de nem csak azt jelenti, hogy kék, mint kék szín, hanem azt is jelenti, hogy, hogy szomorú, bánatos, hát ezer szóból egy a lényeg, rossz kedvű, downba. Lent, francba van. Na, úgy, népszerűebben mondjam. Ezt azért mondom, mert általában megvan az a vélemény, hogy a blues ez egy szomorú nóta. De bluesban vannak vidámabb, melodikus részek is, mint például egy maga megálló zsanra, amelynek boogie-woogie-nak hívnak. Amely persze jazzből származik, egy jazz stílus, zongora stílus, boogie-woogie, mikor a bal kéz csinálja a ritmust, az olyanféle shuffle ritmust, és az egy ilyen vidám, táncos zene. És a szavaik is, vagyis a szöveg is ilyen vidám. Szóval a blues nem mindenféleképp, hogy muszáj, hogy ilyen szomorú zene legyen. De lényegében egy ilyen rossz kedvű, melankolikus, Weltschmerz, Weltanschauung, világ ilyen, általában neki megvan ez a szomorúság és a melankólia benne, de mondom, attól kivéve bluesban van nagyon sok szám, nagyon sok nóta, nagyon sok olyan vers, olyan líra, olyan a blues költészetben vannak vidám nóták is mondjuk, vagy van tematikájában olyan dolgok is van, mint mondjuk az utazás, az olyanféle traveling bluesok, amelyek utazásról éneklenek, mesélnek, szólnak, persze szerelmi bajok, munkanélküliség, szociális bajok, egzisztenciális bajok, stb. De általában mondom, mindig megvan az a blue, amely persze, amelynek már köze van a zenékhöz, mert végső sorban az a blue, attól jön, hogy az a blue note, az a blue szám, quinti körbe, zenei szótárból való ez a kifejezés, az a blue note, az a hetes, végső sorban az a septim.
ha ez E-dur, akkor utána jönne az A-dur, akkor menne az E-dur is, akkor jönne a H-dur. Szóval ez az a híres Quint Krug, ez a hármas, amely végsősorban a bluesnak a lényege zenei értelemben. Na ez a hetes, ez a septim, ez a bluesnak a zenei lényege. Mondjuk E-hetes. Ez a septim, ez a blue note. Szomorú hang. Na.